kapcsán tudnék Isten igényét, ahogy a Galata levél 4. fejezetéből az első 7 verset olvasom. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben nem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók felügyelete alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyen. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, apá, atyám. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Gyertek! Szeretnénk neked megköszönni, mennyei édesatyánk, azt a hosszú lelki utat, amelyet már magunk mögött utatunk. Köszönjük neked, hogy mi, akik egykor távol voltunk tőled, rengeteg igehirdetés, beszélgetés, olvasmány, próbatételek után egyre inkább azt érezzük, hogy végig te hordoztál bennünket. Gondold volt mindenkinkra. És hálásak vagyunk azért, hogy megismerhetjük a Szent Élet munkáját az életünkben. Köszönjük, hogy egyre inkább rálasszánk arra, hogy téged atyának nevezzünk. Azt majd még jobban köszönjük, hogy nem csak a szánk, hanem a szívünk is ezt így érjük. Egyre több olyan imádság hangzik el, amely nem gépies, nem monoton, nem tanult, hanem őszinte gyermeki szó. Ma is hadd jöjjünk így hozzá, azzal a kéréssel, ami a tanítványoknál elhangzott, taníts minket imádkozni. Szeretnénk jó tanítványaid lenni. Olyanok, mint a gyermekek, akik ha valamit hallanak, a szivacs megjegyzi, és azonnal kérdeznek, ha valami foglalkoztatja őket. Segíts, hogy mi is tudjunk ezekről beszélgetni, kérdezni, válaszainkra választ találni. Hallgass meg a mi könyörgésünket, és taníts minket kérni. Jézus nevében imádkozni. Kedves testvérek, a 274. dicséretünk 3. versét énekeljük, igehirdetésre készülve, csak légy egy kissé, álljon csendben, magadban békesség. Tanítottak a tanítványokat, nem olyan természetes az, hogy mi tudunk imádkozni.
Ez már a múlt alkalommal körvonalazódott is. Sok mindent már megtanultunk, hogy hogyan ne imádkozzunk. Ma annak fogunk nekilátni, hogy mégis hogyan jó imádkozni. Mielőtt ezt megtennénk, köszöntsük a mellett Istenet. Múlt vasárnap, mielőtt belekezdtünk volna a mi atyánknak a magyarázatába, olvasásába, Jézus arra tanított bennünket, hogy amikor imádkozunk, hogyan ne cselekedjünk. Az első dolog, amit megtudtunk, hogy ne legyünk olyanok, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a bőbeszélűségük miatt hallgattatnak meg. Tehát ne gondoljuk azt, hogy az imádságunk az azért jó, mert egy jó fél órán keresztül ott vagyunk, és csak mondjuk félálmosan, kávé előtt a mantra szerven a dolgainkat, és azon gondolkozunk, hogy na, olyan eleget imádkoztam már, megvan a békességem. A másik, amit tanultunk Jézustól, hogy ezt ne látványosan, teátrálisan tegyük. Mint ahogyan a kor farizeusai virástudói, ima bojtokkal a ruhájukon, ima szallakkal körbetekelve, megállt a kaptánban, az utcasarkon, és olyan látványos, hogy mindenki lássa, hogy ők mennyire vallásosak, kegyesek és istenfélők, ők így imádkoztak. Jézus kifejezetten arra biztatott bennünket, hogy menjünk be a mi belső szobánkba. Amikor ezt hallottuk, bizonyára mindenkinek átjött, hogy ez nem feltétlen csupán egy kisebb zárható helyiség, amikor kizárjuk a külvilágot. De erre is nagyon szükségünk van. Képzeld el azt a csendet, amelybe te reggel bemész, és ott Isten jelenlétében felkészülsz egy egész napra. És úgy kezded el a 8 órádat ledolgozni, szembenézni a főnököddel, munkatársakkal, belső feszültségekkel, próbatételekkel, műtéttel, vagy bármi, amire készülsz, hogy ezt az egészet leraktad Isten kezébe. Megimádkoztad. Békességre találtál. És egyszer csak ebből a belső szobából, egyszer csak nyílik az ajtó, kilépsz, és azzal a nyugalommal, hogy mindent ott hagytál Isten kezébe, jöhet a nap, hozzon bármi, elindulsz, és mások is látják rajtad, hogy honnan jössz. Kérdezik a titkodat. Vagy képzeld el, amikor rátalálsz erre a belső szobára, és egyszer csak, amikor vége van egy napnak, a maga zaklatottságával, feszültségével, és le tudod rakni a napnak a terhét, hogy nyugodtan tudja aludni. Kimosakodsz előre. Nem viszel magad a következő napra, az éjszakában, hanem Istennel átbeszéled ezt a napot. Olyan jó látni azt, hogy nem csak egy külső hely lehet ilyen belső szoba, hanem belül is megtalálható. Ezt az élő kapcsolatot is nem áll. Amikor a tanítványok azt kérték Jézustól, hogy taníts minket imádkozni, akkor a mi atyánkot is, amikor elmondja nekik, az első részben elsorolja a hangsúlyos, elsődleges dolgokat. A figyelem, az imádsága, az első részét és a második részét látni fogod, hogy hasonlít a tíz parancsolathoz. Mi atyám, ki vagy a mennyekben, hogy folytatódik? Szenteltességünk van, te neved. Látna, hogy folytatódik? A te akaratod. És mi következik? És jöjjön el a te országod. Tehát nagyon érdekes az, hogy Jézus kijelöli a súlypontot, a fontos dolgokat az elején, hogy Istennek az akarata, országa, szándéka, neve, méltósága kerüljön az első helyre. És nézzük meg a második rész, miről szól, hogy folytatódik. Ami mindennapi kenyerünket. Ez a miénk, a mindennapi kenyerünk. Aztán a mi bűneink, ez is a miénk. Aztán mi is a
látom, hogy folytatódik. Ne légy kísértésben, hanem szabadíts meg a gonosztól. Ettől a részből messze van a dicsőség, a méltóság, a tökéletesség. Szükségünk van arra, hogy imádkozzunk. Hogy ezeket Istentől kérjük. A bűneinek a bocsánatán, a hétköznapokban, a mindennapi kenyeret az asztalon, de Jézus olyan jól helyére rakja bennünk is a dolgokat. Kálmán János volt az, aki észrevette, hogy a 10 parancsolat és az első 4 parancsolat arról szól, hogy hogyan tudom Istent szeretni, a második rész pedig, hogy hogyan tudom az embertársaimmal szépen megélni mindennapjaimat. Kedves testvérek! Most is rendeltünk egy könyvet, és ha szabad mondanom az egész gyülekezetnek, ahogyan nem bántuk meg a Céltudatos Élet című könyvet, mi amúgy Cseri Kálmánnak van egy nagyszerű könyve a mi atyánkról, ezt az iratterjesztésen meg lehet vásárolni a mai naptól is, és a következő hetekben, mint egy kiegészítő olvasmányt nyugodtan vigyük magunkkal. Tessenek elgondolni, hogy a mai egyetlen egy mondatban 3 nagyon fontos igazságot találunk. Először is a Biblia úgy mutatja be Istent, mint aki Atya. Másodszor azt fogjuk megvizsgálni, hogy ő nem csak egyszerű Atya, hanem a mi Atyán. És harmadszor megnézzük azt, miért nagyon fontos, hogy ő a mennyben van, mi pedig itt a Földön. Na, hogyan is érti a Biblia azt, hogy ő Atya? Az első korintusi levélben azt olvassuk, mindazonáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő benne, egy úrunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő által. Az első, amit megtudunk Istenről, hogy ő, mint Atya, megteremtette, megalkotta ezt a világot. És nem hagyta magára. Azt olvassuk, hogy minden jó és tökéletes ajándék onnan felülről száll alá, a világosság Atyától. Mindaz, amiben te részesültél jó, a szülői szeretettől, a gondoskodás, ami téged fölnevel, a kétkezi erő, amivel megtoldozol a kenyérért, a mai nap, amivel megajándékozod, ettől az Atyától jön. Jézus, amikor eljön és beszél az embereknek, akkor úgy mutatja be őt, mint aki az ő Atya. Arról beszél, még ott a keresztény, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Beszél a tanítványoknak arról, hogy az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így lenne, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek. Tudja, aki mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek, még azelőtt, hogy ti bármit is mondanátok. Sok verénynél értékesebbek vagytok. Az atya még a hajatok szálát is számon tartja. Tehát látjuk először is, hogy amikor Jézus arra biztat bennünket, hogy az imádságunkat kezdjük azzal, hogy megszólítjuk Istent, mondjuk azt, hogy mi atyánk, megjelenik az a kép, hogy ő Atya, és már kezd körvonalazódni előttünk, hogy ő a mi atyánk. Nekünk kevés az, hogy Jézusnak az Atya, olyan jó hallani a szájából, hogy tudja a ti atyátok, a tiédek is ez az Atya. Vajon mindenkire vonatkozik ez? Mindenki ki tudja elmondani azt, hogy ő az én mennyei atyám? Hát nem. Ezt pedig onnan tudjuk, hogy a János evangéliuma azzal kezdi, hogy akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Látjuk, hogy minden ember az ő teremtménye, de kell egy újjászületés ahhoz, hogy én az Isten családjába beszülessek, hogy őt atyának tudjam szólítani. Ennek nagyon nagy jelentőség, hogy el se hiszitek, hogy mekkora. A Galata levélben azt olvastuk ugyanis, hogy vannak szolgák, meg van a fiú. Most képzeld el, hogy odaáll az Isten elé, és kérd tőle, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen. Mondjad, mit tegyek. A szolga ezt teszi. Megjelenik reggel, a főnök eligazítást ad, ha jól végezte a munkáját, megkapja a fizetését és a dicséretet, ha rosszul, akkor elmarasztalás, és még lehet a fizetéséből is vonnak le. Most
képzeld el, amikor Isten arra tanít bennünket, hogy úgy imádkozzatok, mint aki családtag. Ennek a mai hirdetésnek is ezt a címet adnám, hogy imádkozz úgy, mint gyermek, mint családtag. Képzeld el, hogy a gyermek nem úgy jön megy a szőlőrugas között, vagy a veteményes kertben, mint a szolga, akitől azt várják, hogy reggeltől estig, a ledolgozott órák alapján teljesíts meg az, ami a dolga, mert ezért kapja a fizetséget. A fiú nem így van jelen. A fiú egészen másképpen tudott lenni. Vele egészen másnak, nem főnöknek, nem úrnak nevezi, hanem édesapámnak nevezi azt, aki mindez. A 103. Zsoltár erősítsen bennünket. Nem a vétkeink szerint bánik velünk, nem a bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretet az Isten férjük iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el a mi bűneinket. És most figyelj nagyon, amilyen irgalmas az Apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten férjükhöz. Hiszen tudja, hogyan formált. Emlékszik rá, hogy orvon lettünk. Eljutottunk tehát oda, hogy Isten nem egyszerűen csak mennyei atya, nem csak Jézusnak, hanem nekünk is, Istenünk és atyánk. De itt nagyon fontos megjegyeznem azt is, hogy akinek Isten az atya, annak nagyon sok testvére van. Mert ha figyelted, nem úgy kezdődik az imádság, hogy én atyám, hanem mi atyám. Mert az, aki mellented ül, az az Isten férő gyülekezetét ad, az történetesen ugyanúgy imádkozik, mint te. És ugyanúgy nem csak Úrnak, hanem Atyának szólítja az ő Istenét. Ezért kezdődik minden igéjét is úgy, hogy szeretett testvérek, mert közös az Atyánk. Ezért van az, hogy köszöntöd a mellettekülőt, és lehet, hogy több és mélyebb kapcsolatod van vele, mint a vérszerinti testvéreddel. Lehet, hogy előbb megszólítod őt a bajodban, mint sem azt, akivel talán két év választ el, és ugyanabban a házban nőttetek föl. Csak valahol Dunántúlon él, vagy valahol megromlott a kapcsolat. Jó ezt így is látni. És a harmadik dolog, amit szeretnék elmondani, az is nagyon fontos, hogy ő a mennyben van. Minden szeretet, amit megünneplünk, megélünk anyák napján, karácsonykor, születésnapon, csak halvány árnyéka tud lenni annak a szeretetnek, amelyen Isten bennünket szeret. És amikor arról beszélek, hogy Isten mennyei édesapa, nagyon sokakban lehet összeszorult gyomorral, szívvel, vagy befeszüléssel jár, még ezt hallgatni is. Mert mi van, hogyha egy földi édesapa nem tudott példaképpé lenni? Hogyan alakulhatna ki bizalom Isten iránt, ha a földi édesapánál mindig félni kellett, hogyha belépett? Vagy a szavának nem volt hitele? Vagy durva, vagy elzárkózó, rideg, mogorva? Nagyon sokat jelent, amikor a férfiakkal beszélgetünk, hogy újra és újra leszögezzük azt, hogy a földi édesapának olyan szerepe van az életünkben, főleg a fiú gyermekeknél, hogy kihat az Isten képünkre. Ezért jó külön választani, hogy van egy mennyei édesapa, aki ebbe az otthonban hazavár, atyám két kezedben csak ott lakhat. Biztonságot csak tőled kap. Otthon nála van. Mindaz, amit itt a földön kaptunk, megélünk, halvány árnyéka tud lenni, minden szépségével, gyöngétségével, gondoskodásával annak, amit ő tud nekünk nyújtani. Kedves testvérek, legvégül azzal szeretném zárni a mai hirdetést, hogy ennek az egy kis mondatnak
látva, megvizsgálva, néhány gyakorlati következtetést kapjuk be. Először is álljunk Isten elé, mint egy szeretett gyermek. Kennedy elnökről jegyezték föl, hogy gyakran előfordult az ovális irodában, ahol nagyon komoly biztonsági ellenőrzéseken keresztül lehet bejutni. Nem lehet a fegyverrel sem, akkor hamar legyetelik az ember, akár le is törik. Több kártya, aztán retinaszkenner, sok minden lépcsőn kell bejutni, mire valaki egyáltalán bebocsátást nyer az elnök szobájával, jelenlétében, pedig csak egy amerikai elnök. Na most képzeld el, hogy amikor a fia olyan kicsi volt, hogy felcsapta egyszer az ajtó, berohant, a bőrök nem állították meg. Pedig egy kis legény volt, a tárgyalás kedves közepén, odaszaladt az apjához, kezébe egy kis matchbox, és mutatja, hogy apa, apa, és apuka, abba hagyta a tárgyalást, magához ölelhetett, felemelte, mondott néhány vicceset, megnézte ezt a fontos dolgot, meg lehet, hogy a kínai elnökkel tárgyalt, vagy még fontosabb ügyekben, és megpaskolta a gyerek fenekét, és akkor elengedték, elvezették az anyukájához. Ezt a képet azért szeretném a szívedre helyezni, mert a te, mint takarító, mint egy állampolgár, mint egy turista szeretnél az elnökkel találkozni, nagyon-nagyon kicsi a lehetőség esélye, hogy ez megvalósul. Mennyire másabb egy 3-4 éves gyermek, akit az elnök saját fiának lát, tekint, pincel. És ő évette lehajul, abba hagyja a tárgyalást. A mai igény arra tanít bennünket, hogy nekünk nem az amerikai elnökhöz, hanem a mindenség urához van ilyen szabad bejárásod. Ha már megvan neked ez a belső szoba, úgy menj oda, mint akit így szeretnek. A hit által Isten gyermekévé lettél, menj be Istenhez és mondja, mert mondhatod, mert fiú vagy. Galatában azt mondja, hogy a lélek segít nekünk, és azt mondja, abbá, atyám. Olyan jó azt kimondani, és hogy van egy mennyei édesapád, akinek mondhatod. Másik nagyon fontos dolog az, hogy tegyük ezt ilyen gyermeki őszintességgel. Hát a gyermek megmondja az őszintét. Északin a keresztelő közben, így Milán kereszteltük, és hát a hideg víztől, hogy fölsír. És volt egy ilyen, és ekkor a gyerek cumizott, nézte, hogy mit csinál a papácsi a Mirába. Olyan csúnyán nézett rá, hogy mit csinálok én a kis tesójára. Aztán utána vége volt az istentisztelet, megvégéltünk egymással, beszélgettünk is pár szót. De képzeld el, hogy Isten előtt így beszélhetsz. Uram, elfáradtam. Uram, lövésem nincs, hogy mit kéne csinálni. De ezt te elmondhatod. Egy gyermeknek az őszintessége, azt gondolom, te előtted is megjelenik, hogy ő mondja, ha éhes, akkor éhes. Addig mondja, míg meg nem hallod. Mondja Isten. A harmadik dolog, amit szeretnék elmondani, hogy hívd el és vald meg minden nap, amit a Heidelbergi K.T. 26. kérdése így mond. Mit hiszel-e szavakkal? Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Feleled? Az, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus örökkévaló Atya, aki a mennyet és a földet minden benne lévővel semmiből teremtette, örök tanácsa és gondviselés által, mindezeket még most is fenntartja és igazgatja az ő fiáért, Krisztusért, nekem, Istenem és Atyám, akire annyira rábízom magam, hogy semmit nem kételkedem afelől, hogy összes testi és lelki szükségeimről gondoskodik, sőt, javamra fogja fordítani mindazt vissza, amit a síralom bölgyben rám bocsájt. Mert megteheti azt, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni
mint hűséges atya. És itt a lényeg a végén, bármit ilyen nyomorúságnak élsz meg, egy súlyos betegséget, egy elhúzódó, nagyon nehéz időszakot, Isten képes. Az, aki a világot teremtette, fenntartja, az meg tudja oldani a terüledet is, ha akarja. Tehát ő képes rá. És a hitvallás pont ezt mondja, hogy nem csak hogy képes, mint mindenható Isten, hanem meg is teszi, hogy a javadra fordítja, mint a te mennyei szerető édesapád. Micsoda bizalmat ad ez nekünk, hogy oda mehetek a problémáimmal, de nem úgy, mint egy mindenható úrhoz, hogy hát legyél szíves már megtenni, mert meg tudod tenni, nem tudom, hanem mint egy gyermek úgy élem, legyél szíves megtenni. És a negyedik utolsó dolog, amit szeretnék a szívetekre helyezni, az, hogy ő a mennyben van, meg az, hogy ő mindenható atya, töltsön bennünket ez a tudat alázattal. Philip Yancey-nak egy rövid mondatával hadd fejezzem be. Isten van, és az nem én vagyok. Ezt a ma emberének nehéz kimondani, amikor reggel beáll a tükörbe, és azt mondja, hogy bevonzok az életembe minden pozitív dolgot, uralom minden helyzetet, aztán majd orcára esek délkörül. Isten van, és ez nem én vagyok. Ezen az alázattal kér minden nap, a mindennapi helyet, a bűneimnek a bocsánatát, a segítséget, az erőt, a türelmet, a békességet, mert Isten van. Felszerelő ilyenkül fennálló 32. oldalának látható ünnepnek kezdődik eljön. Így kezdődik Atyám, én kezdődnem. Let's go.
Édesatyánk, olyan nehezen áram szánt arra, hogy téged őszintén így szólítsunk meg. Még nehezebben áll rá a szívünk, hogy ezzel a bizalommal jöjjünk hozzá, hogy van valaki, aki gondot visel rólunk, oltalmaz, nevel, formál, akire egyre jobban hasonlítunk, akinek a képmását hordozunk. Szeretnénk megköszönni te szent lelkedet, amely egyre inkább erősíti bennünk ezt az érzést, hogy nem távol lévő vagyunk, nem idegenek és nem szolgák, hanem fiak. Olyanok, akik bátran bemehetnek, és nem kell célulát húzni, sorszámot. Nem kell valamelyik beléptető kapunál vagy ajtónál várakozni, hanem okval lehetünk ott a jelenlétedben. Így szeretném kérni, hogy ezen a héten még jobban bízd el bennünk. Ennek az imádságnak ezt az első során. Áld meg minden beszélgetést a házi csoportokban, az egyéni csendességünkben. Hadd tudjunk formálódni ebben is. Köszönjük a belső szobát, és köszönjük azt, hogy a mindenség urához hozzád van bejárásunk. Alázatot is hadd kérjünk tőled, hiszen sokszor a tegező viszony, amivel vagyunk irántad, az könnyelműséget is hoz. Őrizd meg attól, hogy meggondolod, amit beszéljünk. Szeretetlenül tőled elforduljunk. Kérünk arra, hogy ilyen gyermeki szíved, gyermeki imádságot és őszinteséget ajándékozz nekünk. Hadd kérjünk most közösen egy beteg kisfiúért, a családjáért, a gyógyulásáért. Légy irgalmas hozzá, szenvedésében te erősítsd őt és családját is. Jézus nevében kérünk, hallgass meg, amikor gyászoló családot is eljutatkozunk, hogy az ő szívű fájdalmát is